Mai beszélgető partnerem a magyar örökségdíjas Radúj József, aki korábban a Száztagú Cigányzenekar elnök producere és a cigánykultúra nagykövete. Köszönöm Józsi bácsi, hogy elfogadta a beszélgetést. Én köszönöm a lehetőséget, és hogy eszedbe jutottam, és hogy lehetőséget kaphatok arra, hogy ezeket az élményeket, amiben nekem részem volt, megoszthatom a mi cigányzenékkel és a muzsikánkat szerető, tisztelt közönséggel. Először hadd mutassam be egy pillanatra, jó? Hogy Tessék. milyen kitüntetéseket szerzett az elmúlt években, évtizedekben. Aminek egész Nem ezért ö, <gül> <gül> Igen. <gül> Japán Minyon Concert Association zeneművészeti kitüntetés 1993-ban, a Magyar Köztársaság Lovagkereszt kitüntetettje 1999-ben, Magyar Örökség díjas 2000-ben, a Magyar Kultúra Lovagja 2001-ben, a Magyar Köztársaság Monakói Főkonzulának Emlékérme 2001-ben, az Országos Cigány Önkormányzat díja 2002-ben, a cigány kultúra és művészet legszélesebb körű, valamint legmagasabb színvonalú művelősért és terjesztéséért. Továbbá a Magyar Rádió és Televízió a 2003-ban, a Lengyel Parlament elnökének kitüntetése 2003-ban, a Franciaországi Lusson Nemzetközi Zenei Fesztivál győzteseként való kitüntetése 2004-ben, és itt hadd említsen meg, hogy Luciano Pavarotti, a híres operaénekes is ebben az évben ott kapta meg Ilyen. ugyanezt a díjat. A Magyar Tudományos Akadémia által adományozott Tudományjal a Népszolgálatában című kitüntetés birtokosa 2008-tól, Józsefváros becsület keresztjével kitüntetett 2008-tól, a Magyar Művészeti Akadémia nem akadémikusi köztestületének tagja 2017-től, a Fővárosi Önkormányzat Budapestért díja 2018-ban, Professzor Dr. Kásler Miklós emberi erőforrások miniszterének kitüntetése a művészeti életpálya elismerése díjával 2020-ban, 2021-ben és 22-ben, valamint Dankó Pista életműdíj 2021-ben. Ez egy csodaszép ö, lista és kitüntetés. Ö, Köszönöm, szépen. Amire igencsak büszkék lehetünk, én azt gondolom, nem csak Józsi bácsi, hanem hanem mi is, hogy ilyen sokat tettél ö, a cigánykultúra, illetve a száztagú cigány érdekében. Első kérdésem pedig a Száztagú Cigányzenekarra vonatkozna, hogy milyen kihívások elé állította a Száztagú Cigányzenekar vezetése és menedzserése. Igen, elég rég volt, de nagyon jól emlékszem rá. <kül> Tulajdonképpen én a cigány kulturális, művészeti, érdekképviseleti, érdekérvényesítési közegből jöttem. Tehát közéletember ember voltam. Tulajdonképpen egy mozgalomnak voltam, és vagyok még ma is a tagja, mert szeretett népemnek, a cigányságnak, igenis mozgalmárokra és eredményekre is szükség van. De ma már ezt úgy mondjuk, hogy hősökre. Kellenek a példák, a példamutatások. Hát én egyáltalán nem ilyenre gondoltam. Én így születtem. Én Gávai cigány telepesi. Ember vagyok, Gáván születtem. Egy olyan közösségben, ahol 500 cigány ember élte, hétköznapjait és ünnepnapjait, de nagyon nehézkes voltak. Az, hogy reményteli volt-e, azt nem tudom, de hogy reménykedőek voltunk, az biztos. Na most tulajdonképpen én a szüleimtől és különösen bátyámtól azt kaptam, hogy drága öcsém, a tudás az hatalom. És elfogadtam, és ez igaz. A hatalom, a tudás, a tudásra szükség van. Tudás nélkül semmit nem lehet elérni. Sem magánéletbe, hogy szabuk, szakmailag valaki legyek, sem közösségi életbe, hogy a népemért, a cigányságért, vagy Magyarországért, a magyar társadalomért, vagy az egyetemes világért tudjak tenni. Ahhoz széles látókörű, nagy tudással, nagy tudásanyaggal rendelkező embernek kell lenni. Ez vezetett engem egész életemen keresztül, és vezet ma is. Én a száztagúban nem voltam tag, nem én hoztam létre. 1985. november 2-án alakult meg a száztagú cigányzenekar csodálattal. Vettem ezt tudomásul, mert akkor én már politikai mozgalmi életben voltam Budapesten is. És ez nagy örömömre szolgált, muzikusként is, és muzikus családként is. Hát ilyen nem volt. Alkalmi adhok jelleggel összeálltak a cigányok, a romák, a barátaink, de hogy szervezeti formációt öltsenek, és így kezdjék meg a működésüket, erre nem volt precedens. Na most engem megkeresett a lakásomon egy vasárnapi nap, Boros Lajos, Privás király, Berki László, az állami népi együttes művészeti vezetője volt, és világhírű cigányprímás. Egy olyan ember, <coughs> aki legalább 5-6 státuszt hordozó embertípust valósított meg. Kiváló cigányprímás volt, kiváló karmester volt, kiváló hangszerelő volt, tulajdonképpen Zene tanár volt, és barát volt, ami nagyon-nagyon ami fontos volt. És a legkisebb gyereknek is megköszönte azt, amit produkált, és, és felnézett rá, és segítette. Na hát, ilyen emberek kerestek meg a lakásomon, és emlékszem rá, hogy az eltérre jártam, az Ötös Lórán Tudomány Egyetem negyedéves hallgatója voltam, nyár volt, és szigorlatra készültem állam jogból. Hát ugye idilli környezetben meleg volt, szép zöld kertes házunk volt, csepelen, a kutya a lábamnál volt, ott, de élvezte a jó meleget, én pedig a könyv fölé hajolva egyszer, kétszer, háromszor olvastam el a nehezebb részeket, és csöngetnek. És kijön. Ez reggel nyolc óra után egy pár perccel volt. Hát ilyen korai vendégem nem volt. Még akkor. És akkor kinyitok az ajtót. Hát először a Berki Laci találtam, szevad drága Lacikám. Na mindegy, és elkezdődött a beszélgetés, és mondom, mi, mi állatban, mondom a feleségemnek gyorsan, mit kérte, mivel kedveskedhetünk, stb. Hát ugye régi roma szokás szerint eztek is természetesen, meg én is beletek együtt. Hát nagy megtiszteltetés volt ez részem, részükről és akkor elmondják, mondja a Lajos hogy pajtikám, az mondja, figyelj rá, ott egy jó pár év közöttünk, nagy bajba vagyunk, és csatlakozott hozzá A lényeg a két oldalról való közelítés kristálytisztává tisztává tette előttem, hogy mi is a jövetelük célja. Az van, hogy sajnos nem működik a száztagú, nem működik, és eh, hát olyan ember a vezető, akiben nem bíznak, stb. stb. nem is akarok erről beszélni, hogy azt, azt hiszik, és azt látják, és úgy tudják, és úgy ismertek meg, hogy én egy nagyon korrekt, kiszámítható ember vagyok, tanult, mai napig is tudták, tudják, az öcsém Balogh Dezső, időközben sajnos meghalt, a öcsém Kladnit művész, ő a Kladnitosnál a Kladnit szólam vezetője volt, és szólista, kitűnő <kül> muzsikus volt az öcsém. Tehát meg, meg rendezvényekre eljártam, tehát ben, belefolytam én, hát Vérvízé nem válik, ugye? Itt ez a cigány muzsikusokra is vonatkozik. És akkor mondom, hogy jobb, ehhez hozzá tartozik, hogy előtte való nap, szombaton választottak meg a Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetség elnökének. Mert előtte rövid ideig, talán három vagy hat hónapig, ennek a főtétkára voltam. És utána én voltam Magyarországon az első olyan közéleti politikus, aki demokratikuson, demokratikus úton, választás útján választottak meg a Momba. A Momba a magyar optikai műveknek a kultúrterme volt. 603 meghívott volt. Az egész országból cigány képviselők jöttek, buszokkal jöttek föl, és ezek választották meg a Magyarországi Cigányok Kulturális Szövetségét. A 603-ból 602 igennel kulturális szövetség elnökének választottak, és az az egy, az én voltam, aki fenntartása, ugye én nem szavaztam magamra, az illendőség is, meg a játékszabály is, azért ezt követeltem, meg a, meg a is az embertől. Na, tehát előtte voltam, utána elnökségül is, késő érkeztem haza, de már hajnalba fölkeltem vasárnap, öntudatos emberként készülődtem a szigorlatra államjogból, is, azért voltam fent korra reggel. És akkor közben megérkezett a kávé, és azt hogy egy-két órai egy beszélgetés során mondják a józsikám, a problémánknak a kulcsa te vagy. Te vagy, rád tudunk ezt számítani, benned bízunk, te is Roma vagy, drága Józsikám, értsd meg a helyzetünket. És meg kell mondani őszintén, tetszett, ahogy fölvezették a maguk a módján, ahogy egy muzsikus művész ember. És magamban én már eldöntöttem. Nekem itt a helye. De ezt nem mondtam még ki. És hogy miért nem mondtam ki? Kéreztettem talán magam? Nem. Hanem előttem át egy szigorlat. És ott kellett most megfelelnem. Három nap múlva volt a szigorlat államjogból, amit hála Istennek akkor teljesítettem. Tehát nekem én erre összpontosítottam minden erőmmel, időmmel, mindennel. És mondtam, hogy egy pici kis türelmet kérek, értsétek meg, nézd meg, itt a könyvek, hát vizsga, vizsga közepén vagyok. Megértették. De számítottunk rá, József. hogy ne? Termés. Azért azt mondtam, hogy igen, de hogy mikor, hát értsétek meg, a vizsgát le kell tenni. És akkor itt akkor hadd mondjam el, hogy az igazság az, hogy a száztagunk miatt én nem tudtam befejezni az egyetemet, öt évet. Miért? Nem azért, mert buta voltam, nem buta, én buta, én mindenütt megálltam a helyemet. A mai napig is, amikor találkozok például most az Elte rektorával a, most említettem is neked. Vékás Lajos elektronúrral, mondom, elektronúr, Józsika, hát hogy ne ismerné, nyomon követnek, Ugyanis ő is akkor vette át a Budapest térkiszüntetést, meg én is. Nagyon tisztelem a Vékás elektronúrlat, kitűnő, nagy, nagy talentum, nagy, nagy tudor, nagy tudós, de amellett kiváló barát, kiváló ember. Hát ebből kevés ember sétál az utakon az igazságot. Na, így vállaltam el, és akkor mondtam, hogy levizsgázom, én fogok jelentkezni, és akkor vizsga után jelentkeztem. Megbeszéltük, hát ugye föl kellett venni, a játékszabályokat be kellett tartani, Tagnak kellett lennem, majd ha tag vagyok, akkor utána választhatóvá váltam, és akkor választottak meg a Momba. 603-ból 602 igen szavazattal és egy tartózkodással én lettem a Száztagú Budapest cigányzenekar elnöke. Ő 1980. Hmm hat, nyolc, 88, június 24-én. Úgyhogy hát már összefolynak az évek, úgyhogy szíves elnézést kérek, hogyha ebben nem voltam olyan pontos. Tehát ilyen, ilyen, ilyen millióbe kerültem. És akkor nekem első dolog a közgyűlésen is az volt, uraim, barátaim, én ezt csak úgy tudom elvállalni, hogyha nekem kitűnő munkatársaim lesznek, kitűnő művészek. Én nem vindikálom azt a jogot, mert ez nem is igaz, hogy én ennyit tudok, meg tudnék nélkülük. Nem. A tudorok ők, én, ami az én tudásom, a szervezés, a vezetés, az emberismeret, a jogszabályok alkalmazása, stb. 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 ezekben. Igen. Kérem, én ezt úgy, úgy fogalmaztam meg, mikor eljöttem a száztagútól, ez a száztagú cigányzenekar egy kiemelt A kategóriájú zenekar. Miből jön össze? Az A betűnek van két lába, és van egy vesz vesző. A két lába következő. Az első, ami megkérdőjelezhetetlen, a művészeti vezető lába az Berki Lászlói. Ezen múlik, kérem, a művészi színvonal. Berki barátomon múlott minden, minden csodálatos, nagy tudású, elhivatott, alázatos ember volt. A másik láb, szerény személyen, Radu József, aki tartó pillérként tartotta a száztagú ügyét, szervezést, stb. 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 Ez már egy kiváló szilárd, két láb, és van egy gyönyörű, sugarat kiszóró vessző, az ábetű, ez a sugár, ez a vessző, ez boros-lajos primás király, a megkérdőjelezhetetlen cigány primás és művész, ami egy olyan triumvirátust alkotott, amely abban az időben azt hiszem mindenki által elfogadott és ünnepelt koncertekben mutatkozott be. Ezt a lehetetlen vegetáló helyzetet kellett élővé tenni, működővé, és itt a nagy feladatom az emberekben a hitet, a hitet kialakítani, hogy hidd el, hogy alkalmas vagy, rendelkezzel, rendelkezel ezekkel a készségekkel, képességekkel, itt vagyunk, ne félj, ez nem igaz, hogy nem tudjuk megoldani. Ne félj, győzünk kell. Nagyképűen mondhatnám, győzelemre vagyunk itt ítélve. Ugyanis, tisztelt nézők, hallgatók, ha száz ember kiment a színpadra elegánsan, kulturáltan, fitten, egy tudás birtokában, kiment és előadott valamit, ott kőköve nem maradt. Ez az igazság. Lehet, hogy nagy képűnek tekintenek. Csinálják meg utánunk. Vannak felvételek, le lehet ellenőrizni, kontrollálni, hogy igazat mond -e ez a cigány ember vagy sem. Az a hangzás az olyan volt, amilyennek kellett lenni. Ez minnyájunk büszkesége. Ez az eredmény amit ez a világon egyedülálló száztagú cigányzenekar felmutatott. Na hát akkor ez volt az alapja, hogy hitet adni az embereknek. Mm. Utána egy sziszifuszi aprólépések politikáján, aprólépésekből tevődött össze, hogy a repertoár szélesedett, folytak az izzadságok az emberek homlokán, de jóleső eső izzadságok voltak, és jól esett, jól esett, ez az idő soha nem jön már vissza. És valahogy a társadalomban megindult egy olyan e, idő, egy olyan helyzet, hogy a cigányzene mindig is a magyar kultúrának az elválaszthatatlan része volt. És eddig mellőzött volt, azért kommunizmusban, azért félrevezették egy picit ezt a dolgot, meg mellőzték. Mellőzték. sajnáltak hát ez, ez csak cigánymusika. Nem, kérem szépen, azóta bebizonyítjuk állandóan. Hát nem akarok mert túl lépni a mi beszélgetési időnket, <kül> hogy milyen muzikusok képviselték a magyarországi cigány muzikus társadalmat klasszikus zenében, jazz zenében, szimfonikus zenében, cigányzenében, zenében, könnyű zenében, minden. Szóval nagy adottságokkal, Isten adományával rendelkező nép a cigány nép. Hát ezeket tudnám elmondani melyik turné volt a legemlékezetesebb Józsi bácsi számára? Hát, ha szabad mondanom, én az elmélet, az emlékeim között egy pár párat csak a teljesség igénye nélkül mondom, hogy ezek fontosak voltak a Szászagú cigányzenekar életében. Az első, Portugália, Lisszabon, Portugáliában tartották Lisszabonban a világkiállítást 1993-ban, 94-ben. Chartergéppel mentünk ki, és az érdekes az, hogy a koncertünkön a magyar nagykövet várt bennünket, akivel én a Magyar Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítványban Kurátor voltam, egyenrangú partnerek, nagyon kedves volt az Andris, és ő fogadott minket. És akkor szállásra vittek, stb. stb. és utána próba, ebéd és próba. És amikor mi megálltunk, hangpróba, stb., akkor Hozi oda odajött, és mondta, hogy én fogok következni utána. És akkor hát ez nagy boldogság, egy ilyen világmegságrés. Tehát akkor most örömmel adok hangot, hogy a koncertünk után hozzé Carreras lépett föl. Ez volt Lisszabonban. A második, hm. 1989. 7.-24-én Brüsszelben <kül> egy magánpartin, három világ előtt játszottunk. Nevezetesen Margaret Thatcher, Mihály Gorbacsov és idősebb George Bush előtt. Hát ez egy óriási élmény. Egy asztalnál ültem velük, Bangó Margit énekelt, Bangó Margit megsirattatta Margaret thatcher igen, igen, megkönnyezte a hölgy. Úgyhogy a vas Lédi, és e, azt mondta, hogy fenomenális, gyönyörű, szép hang, ilyet nem hallott még. Most következett egy különleges hármas évforduló, 1999-2000-2001. A Magyar Állami Operaházban karácsonyi hegedű gála koncertet adott a száztagú cigányzenekar. Ezt mi csináltuk először? Képzeljék el, az Andrási út egy része le volt zárva a koncert jellegére. És <kül> első évben diplomaták és a kulturális világnagyságok előtt játszottunk. Hát ez egy óriási dolog volt. És mikre vagyok még olyan büszke, nagyon büszke vagyok arra, hogy a kongresszusi palota, nekünk az otthonunk volt, nagyon sokszor fölléptük. Azt hiszem, még most is a barátom, a elnök úr még tartja a karácsony, illetve nem a karácsony, az újévi gálát. Bor és Zene címmel, amit Igen. még én kezdettem szerződést nagyon-nagyon hosszú évekre, és azóta még mindig megy. Szín, a zenekar a színvonala változatlan, kapós, szereti a világ, és gyönyörködnek a zenéjükben. <coughs> nagyon szép volt a vigadói koncertek, ahol most a Művészeti Akadémia van, a Díszterem, stb. Nagyon kellemes volt a Zene Akadémia, ami most megújult, és egy pár évvel ezelőtt nyitotta újra a kapuit. És a művészetek palotája. Én 2005-ben a művészetek palotájában adott koncerten búcsúztam el a szeretett közönségemtől, és fejeztem be az aktív pályavutásomat. Ezek voltak az a nagyon fontos hát, koncertek. Beszéltünk már arról, hogy Józsi bácsi hogyan került a száztagú cigányzenekarhoz. Te nekem arról mesélni, hogy hogyan alakult a száztagú cigányzenekar, még a kezdetek kezdetén van ennek egy híres története. Hogy igen, tudom. igen, hát én is én jelen voltam, de akkor még nem ebbe a pozícióba, hogy szánszagú elnöke voltam. Előttem egy temetés, egy szomorú esemény adott, adta az apropót. Tudod, és ha, ha tudják a kedves nézők és hallgatók, hogy amikor egy cigány muzsikus meghal, akkor a, a zenész kollégák, a barátok minden figyelmeztetés és minden meghívás nélkül tudják a kötelességük, és tudják mi ez a kötelesség, hogy az egész barátot, a kollégát utolsó útjára elkísérik hangszereikkel. Mindenki fogta a hangszertokot, és itt a feleségek is szerepet játszanak, mert amikor muzsikálásra került a sor, legyen, aki a hangszert tokot megfogja. Ezért az illető muzsikusnak a felesége vitte az üres tokot a menettel, amikor a sírit kísérték a barátot, és akkor muzsikáltak ezek a muzsikusok. És amikor vége volt, hát a fájdalom, az emlékezés, emlékezés áthatotta ezt a beszélgetést. Bizony lehajtott fejjel beszélgettünk, jó magam is résztvevője voltam. És gyakran föltettük a kérdést, lássátok, mert Németországból, Amerikából, innen, onnan jöttek haza a muzsikusok. Látjátok, veled se találkoztam már öt éve, veled tíz éve. Nem találkozunk, nincs hol találkoznunk, beszélgetnünk, mindig csak ilyen fájdalmas, szomorú alkalmakkor találkozunk, mint a temetés. És ez Járóka Sándor, idősebb Járóka Sándor temetése szolgáltatta azt az apropót, hogy megfogalmazódjon az emberekben, hogy kellene egy olyan zenekart, Felállítani, kialakítani, hiszen kitűnő muzikusok vannak. Kitűnő muzikusok, hogy emléket állítsanak a nagymuzikusoknak, a jelen kultúrát éltesse, és emlékeztesse a közönséget, és a múlt hagyományából építkezni tudjon. Ez a hármasság adta azt az apropót, hogy létre kellene hozni. Igen ám, de hát a cigány nem arról volt híres, különösen a cigány, hogy most szervezett. Hát hol volt akkor ilyen demokrácia? Hát itt azért kérem szépen ez egy világ volt a rendszerben, és halló fülekre talált, és így Gyimesi Gyimes, Gyenes, bocsánat, Gyenes József volt az a személy, akinek a vezetésében a többi gázó kollégák megszervezték. Nem szégyen, kérem, az okos embertől, a járatos, aki a jogban járatos, attól tanulni létrehozták ezt a zenekat. Az megint más kérdés, hogy a létrehozásig ez elég volt. De a működtetésben, a művészi színvonal folyamatos kiszélesítésével, a repertoárok megválasztásával, abban már nem nagyon tudtak beleszólni, de hát ez nem én döntöttem, nem mi döntöttünk, hanem az élet döntött így tulajdonképpen. Na így alakult meg 1985. november 2 -án. Te kikből? Hát kitűnő cigánymuzikusokból. És hol voltak ezek? A cigánymuzika akkor a mélyén volt. 1960-tól 80-83-ig, mondhatjuk, olyan 23 évig, amikor a cigánymuzika a fénykorát érte. Egyrészt idehaza, 7-8-10, tagú zenekarok voltak. Volt, mikor a Moszkva tértől kezdve föl a Petőfi híd elejéig, a körúton, ha végig akkor 65-70 zenekar játszott. Tessenek ezt összeadni. Óriási. De nem csak cigányzene, hanem élő zene volt. Egy zongora, egy dob, egy gitára. Pesgett az élet és az élő zene szépségét egy az egybe ismerhette meg az emberiség. Tehát ez egy óriási dolog volt. Visszatérve, hogy amikor ez kifutott így, hogy létrejön 1985-ben, hát akkor mentek, hogy kiket. Hát akik még maradtak, mert különböző, az 60-as évektől kezdve ugye nagy zenekarok voltak, együtteseket, együttesekben voltak, mondok ilyet, állami népi együttes, a honvéd művész együttes, a budapest tánc együttes és a zenekara, KPVDS, a kereskedelmi és postügyi vendéglátóipari dolgozók szakszervezetének a zenekara, törekvés művész együttes, sok minden, sok minden, sok, sok helyen voltak elaprózva, de egy kicsit elagyátlanodva is. Tehát ezért koncentrálni kellett, nekünk ez jól jött, hogy innen szedtük a barátainkat, mert itt kiszűnő muzsikusok voltak, ide jöttek, és plusz a szabadon álló, együttesekben nem játszó, de kitűnő művészek, akár szolisztikus ö, hegedű művészek, cselló művészek, művész, szimbalom művész, stb. Ezek mind színesítették. Vagy egyszerű zenekari tagként, ugye hasznos tagjaivá váltak a Budapest száztakú cigányzenekarnak. Hát ezekből jött össze, ezeket koordinálni kellett, összefogni, irányítani, szervezni, organizálni, időpontokat egyeztetni, programokat, stb. Ember legyen a talpán, aki ezt megcsinálná ennyi létszámmal, mint mi. Két-három ember dolgozott, kérem szépen, nálunk. Erre most a mai felállás szerint nem nagy képös de körülbelül 12-15 ember kellene. Milyen szerepet töltött be a száztagú cigányzenekar a roma és a magyar kulturális életben? Értem a kérdést, és rém egyszerű a válasz. Nekünk cigányoknak, cigányságon belül, akik életmintát és értékmintát tudott adni a mögöttünk maradt cigány testvéreinknek, az mindig a muzikus cigány társadalom volt. Tehát a cigányságon belül a muzikus cigányság volt, bocsánat, nem bántok meg senkit, nem célom, hanem de facto tényként könyveljük el, hogy a krémrétegét, a cigányság kultúrájának a cigány muzikus társadalom adta. Na most ezt tudod követendő élet és értékmintát szolgáltatni. Most kérdezzük meg, vajon ezt meg tudja -e tenni Ezt az idő dönti el, van hivatalos és jó vezetői a zenekarnak, ez a nem könnyű feladat bizony, ez a vezetőknek a feladata. Tőlem se kérdezték, nekem is nem kellett, meg gondolom, hogy a kollégáimnak is szenvedni kell a mostani vezetésnek. De nemes feladat, szép feladat, és meg fogják oldani. A beszélgetés elején úgy mutattam be Józsi bácsit, hogy a cigány kultúra nagykövete. Miért tartja fontosnak a cigány kultúra ápolását? Mert a cigány kultúra, a cigányságon belül, a kultúra minden. Hadd mondjam el, hogy a kultúrára, a tudományos életben 365 definíció született. 365, ahány nap van egy évben. És tudják, tisztelt nézők és hallgatók, hogy mi az érdekes ebben? Nem egyet fújnak, tartalmilag egyet, de sok helyről közel, közelítik meg, és minden definíció igaz. Ez egy nagy művészet. Na hát akkor nézzük csak, mi is az a kultúra? Hát akkor, ha megengedik, mivel kultúra lovagja is vagyok, Magamnak vindikálok egy radújféle fogalmazást, ebben is hátha van igazság. A kultúra tulajdonképpen egy személynek, egy közösségnek, egy nemzetnek és az egyetemes világnak minden percét, pillanatát átfogó, és bemutató objektív valóság. Fordítsam le. Nézzük a szemédnél, hogy ez a kultúra hogy néz ki. És itt ezzel a személlyel végigmegyünk, és akkor ezt rá kell tenni a nemzetre, társadalomra, egyetemes világra. Ha egy ember föl kell reggel, bemegy a fürdőszobába, és fogat mos, és lezuhányzik. Ez az egészségügyi kultúra a higiénia. Megy iskolába vagy munkahelyre, öltözködni kell. Az az öltözködési kultúra, hova megyek? Munkahelyre? Iskolába? Tudományos tanácskozásra? Ott megint más. Tehát öltözködési kultúra. Oda kell érnem a tanácskozásra, a munkahelyre, vagy a terembe? Akkor vagy saját kocsival megyek, vagy közösségi é, gépjárművel, vagy eszközzel, akkor utazási kultúrám van. Ha már utazom, akkor van viselkedési kultúrám is közösségben. Amit a kialakult elvárásnak megfelelően meg kell felelnem ennek. Tanulok. Tanulási kultúra. Munka munkakultúra van. Étkezem, étkezési kultúra. Vitázom a munkahelyen, van vitakultúra. <kül> És este, eljön az este, akkor van szexkultúra is, kérem szépen a világon. Ez is egy kultúra. Tehát a kultúra az, az embernek, a társadalomnak minden pillanatát felölelő, Objektív valóságot mutatja be. Na most akkor itt tovább folytatnám ezt a, ez az én olvasatom, és tovább mondanám, hogy a kultúra nem csak a műalkotások összessége, hanem légkör, morál, hangulat, érzés, és a kultúra kifejezi önmagunkhoz, és egymáshoz való viszonyunkat, készséget és képességet ad egymás megismerésére, egymás elfogadására, tolerálására, szolidaritására és empátiájára. Az előítéletek falának az eredményes lebontásához tudunk hozzájárulni ezzel, és ehhez hasonló rendezvénye. Na ezért szükséges. Meséljen egy kicsit a gyökereiről. Zenés családból származik, ha jól tudom. Igen. igen. Sőt, még talán a nagypapája vagy apukája még magyar imrével Apa, is játszott. Apám, Édesapja igen. még magyar imrével igen. is játszott. Igen. igen. hát gávai születésűek, ugye falusi cigányok vagyunk. De hadd mondjam, büszke vagyok arra, a jó cigányok, a jó muzikusok azok mint faluról jönnek, faluról jönnek. Nem bántok senkit, de az igazi magyar nótákat az falusi cigány ismeri. Aztán később megtanulják, hát ez nem egy különleges dolog, de azért, mert a lakosságnak ma is 72%-a falun lakik. Hát régebben még nagyobb létszámban falun laktak. A borozgatás, a társadalmi ünnep, mind ott volt. És még egy nagyon érdekessége van. A cigánymuzikus olyan ember volt, aki a gázsókat gázsó, mindenki más, aki nem cigány. Tehát ez nem egy pejoratív kifejezés, hanem így nevezzük, hogy gágyó, mint a goly a zsidók esetében. Mindenki goly, aki nem zsidó. Hát nálunk mindenki gágyó, aki nem cigány. Tehát visszatérve, hogy a cigány muzsikus a gázóknál a gyerek születésétől a haláláig ezt a hosszú utat mindig végig kísérte. Miért? Mert volt ugye keresztelő, volt ö, különböző iskolában, utá, kiárták nyolc ballagás, stb. Voltak névnapok, voltak lagzik, eljegyzések, disznóvágások, névnapok, stb. 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 Ez mind, és ennek mind részese volt a muzsikus cigány ember. Ezért mondom, hogy régen nem volt itt olyan nagy probléma, amit itt egyes liberális felfogású emberek hirdetnek. Nem, nem volt itt, kérem. Kétfajta ember típus van. Azért hadd mondjak el valamit, mint aki megette, ha nem is a kenyeret javát, de a vakaró javát megettem, az én voltam, meg vagyok, és azért ebből azt a konzekvenciát vonom le, hogy van egy jellemes, korrekt, jogszabályokat betartó, a másik embert tisztelő, törvényszerető, a fejlődést elfogadó, toleráns ember. Ez az, ez az egyik embertípus. A másik embertípus a kriminál, a senkiházi, nagyképű, munkakerülő, és mindent magamnak, és én vagyok a legjobb. Hát ehhez születni kell, én nem tudom, hogy ez milyen, mert én soha az életemben nem voltam ilyen. Nem tudom, hogy te ezzel egyetértesz, de ez van. A mezőgazdasági főiskolát végzett Kaposváron, majd gyógypedagógiai tanárképző főiskola szervező szakán tanult tovább, és a párt főiskolán is oklevelet szerzett. Ezt követően a jogi egyetemen is tanult. Csak az utóbbi évtizedekben kapott nagyobb szerepet az élethosszig tartó tanulás, vagyis a lifelong learning, ezért mondhatni megelőzte a korát. És azon kevesek közé tartozik, akik óriási tudás ésséggel folyamatosan képezték magukat. Józsi Bácsi, miért tartotta fontosnak, hogy folyamatosan képezze magát és tanuljon? Mielőtt még erre válaszolnék, azért van egy kis változtatás, hogy azért nem csak a korban haladtam előre, hanem a diplomák számában is. Tehát én állandó mozgásban lévő ember vagyok. Nem csak mezőgazdasági főiskolát végeztem, én Debrecenben az Agrártudományi Egyetemre jártam, és bizonyára ez kiesett az ismeretből. Aztán utána, 2017-ben, 62 évesen, az hiszem 62 éves voltam akkor, elvégeztem a Corvinus Egyetemen. Igen, igen, ott is végeztem, és itt politikai szakértő lettem. Na most miért végeztem el ezt? És miért ültem be 62 évesen? Mert van egy mondásom, ami ma elég, az holnap rém kevés. Ezt a zenekarban is sokszor hangoztattam, és sokan alkalmazták is, nagyon sokan Bangó is, művésznő is sokszor mondja, hogy ami ma elég, az honlap nem kevés. De ez így van, mert fejlődés megáll akkor, nincs mese. Ez az egyik. Senki nem mondta, akkor még nem volt ez, hogy életem végig tartó folyamatos permanens vonulás, de én ezt éreztem, és még van egy cigány büszkeségem is van, én büszke cigány vagyok. Nem azért, mert bolond vagyok, és hogy jaj, én büszke vagyok. Nem, nem. Büszke vagyok, hogy a jó Isten megteremtett, hogy egészséges vagyok, hogy olyan készséggel és képességgel rendelkezzem, ami arra predestinál, hogy folyamatosan részt vegyek a társadalom építésében, működtetésében és fejlesztésében. Azokkal a készségekkel, adottságokkal, képességekkel, amivel rendelkezzen. Számos különböző szakterületen dolgozott már élete során. Melyek voltak a meghatározóak az ön számára? A státuszokban, hogy milyen munkahelyen. Igen. Igen. Hát sokszínű. Az ember Nézd, de a cigány kiemelkedve, ahol sötétségben éltem, a butaság, a megalázottság világában csupán egyet tudok, most nagyképűen fogalmazok, hogy besütött a napsugár, besütött a nap, mert sötétségben voltam, és nem azért használom a szemüveget, mert nem látok, de bizony sötéten láttam a világot, és, és én többet akartam, többet akartam. Nekem nem lehet azt mondani ma sem, hogy ezért van. Miért van, mikor kérdést teszlek, teszek föl? Csak. Nálam a csak az nem, nem válasz. Ok, okozati összefüggés. Engem mindig ez érdekel. Az ő okozat az rajtam cserdül, de hogy milyen ok, az lehet a butaságomból, a megaláztatásomból, a bőrszínemből, stb. 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 sok mindenből. Tehát én ok-okozati ok összefüggésében szemlélem a világot és cselekedek. Ez nagyon-nagyon fontos. Na most egyből én nem a főútra jöttem ki, a kunyhóból, a Szládán hogy egyenesen megyek előre, a mélyből. Nekem kerülő utakon, meg megállva hol visszafordulva, hol ide, hol oda, deformálódtam, és fejlődtem, és nem álltam meg, hanem megyek, 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 mert nekem célom van, nekem ezt el kell érnem. Tehát ezzel azt akarom kifejezni, drága hogy ért, nagyon mélyről jöttem. Hát enni nem volt mit. Ceruzára, torra nem volt pénzem. Nem tudtam az egyetemre elmenni, vizsgázni, mert nem volt pénzem. Autóstoppal mentem. Kinek mondjam ezt? Ma már nem hiszik ezt el. Meg zsíros kenyérbe tettem egy kis ö, hagymát már de nem büdös hagyma, mert azért voltam annyira intelligens, ugye ez is az intelligencia, a születési adottság. Tehát én ezt tudtam, hogy az egyetemi professzoromra ne leheljek büdös de egy, egy magában a zsíros az kevés volt. Én nagyon keményen megszenvedtem. Nem sajnálhatom magam félértés, ne A jó Isten ezt az utat adta, én ezt kellült illő tisztelettel, illő tisztelettel, alázattal elfogadom és magamévá tettem. Tulajdonképpen nálam egy biztos alap volt, a maximalizmus. Uh -huh. És ha engem kineveztek valamilyen státuszba, akkor a cigány büszkeségem nem engedte meg, hogy én ne hozzáértő szakember legyek. Tehát, hogy ne úgy, hogy van egy státuszom, és azt sem tudom, miről szól a nóta. Ilyen nincs, kérem. Vagy értek hozzá, vagy nem. Na most, mivel volt szerencsém különböző státuszokba kerülni, ezért lehetőségem nyílt ilyen sokszínű tanulmányokra is. Uh -huh. Tehát innen van az, hogy sokszínű tanulmány mondok ilyeneket, jó? Tulajdonképpen én mezőgazdasági technikumba kezdtem. Miért? Hm. Existenciális okok miatt. Aha. Kétféle középiskola volt akkor. Volt a gimnázium, és volt a technikum. Mi volt a kettő között a különbség? A gimnázium általában humán intelligenciát, humán ismereteket adott, és tovább tanulásra összekélt az embert. Ez logikus. A technikus. A technikus az pragmatikus volt. Tulajdonképpen megadta az érettségét, ugyanúgy, mint a gimnázium. Tehát a gimnázium csak érettségét adott, a technikum érettségét adott, és egy szakmát, amiben orientálódtál, ilyen volt mezőgazdaság, ilyen volt a gépészeti technikum, begyippari technikum, stb. És ez már technikusi oklevelet adott. Tehát egy üzembe, egy TSZ-be már a középvezető voltam, vagy felsővezető. Rögtön. Na most mivel én cigánygyerek voltam, és beteg szüleim voltak, és nagyon csóró helyről jöttem, törekedtem, arra, hogy okos is legyek, képzett is legyek, de legyen kenyér, hogy tudjak jól lakni. Meg majd később tudjam a családomat ellátni. És ezért végeztem, ezért mentem ide. Így, akkor hadd mondjam, de nem álltam meg a technikusnál, mentem felébb. Én akkor voltam gyakornok, voltam főállattenyésztő, voltam főagronómus. Végig, pillanatok alatt mindent bebizonyítottam. Én a fekete cigánygyerek, megfogtam a, a büdös villanyelet. Igen, miért? Mert ember akartam lenni. Hozzáálltam, gumicsizmát föl, hadd menjen. Tehenek alul a gané, ki? Az élet ezt adja. Itt nem fintorogni kell, meg kell felelni az elvárásoknak. 1999. december 31-én mutatta be a televízió az életemről szóló portréfilmet, és én kértem, hogy az legyen a címe, hogy mindig megfelelni. Igen, mert az élet nekem megoldandó feladatokat adott, és csak akkor lehetek sikeres és elismert, ha én azt megoldom, és a színvonalasan történik. Tehát mezőgazdaságban ezek voltak, hogy gyakornok, főállatnéztő, főagronomus. Igen. Akkor utána voltam vezérigazgató az alfaipari vállalatnál, akkor utána gazdasági igazgató, Szociális igazgató voltam és utána hát mert nagy, nagy időt vett el a száztagó a ideje, száztagó elnöke. És utána voltam, amikor onnan eljöttem, az Orci Parkban Budapesten kulturális, hogy is kult, nemzetközi és hazai kulturális művészeti igazgató tehát ott is voltam négy évig. Én mindig hosszú távra mentem, én nem ilyen ugrabugráló ember voltam. Ahova mentem, ott mindig megvetettem a lábam. Ha nem teszett, akkor rögtön pillanatok alatt kellett dönteni. Arra azt én nem tettem meg, hogy én elkútya vecsélyek egy-két évet. Mert hát nekem akkor tovább kellett, és a tanulás mindig. Mindig a tanulás, a könyvek voltak mellettem, meg a hegedű, meg a klamét. Így jártam. Aztán hölgyek vagy jöttek, akik szerették a hegedűt, meg a klamétot, vagy nem. De Raduljt erről lehetett ismerni. Könyvek, hangszerek, és hát maga az élet szeretete az Országos Cigány Információs és Művelődési Központ Igen. megalakulásánál jelentős szerepe volt. Mi volt a célja az intézmény létrehozásával, és milyen távlati elképzelései voltak? Milyen művészeti kabinertrendszerben képzelte el a roma kultúra ápolását és az intézmény működését? Hadd hát mondjam, ebben én nagyon-nagyon kezebben egyedül voltam. Uh -huh. Én láttam a jövőt, de a jövő se úgy alakult a mostani szememmel nézve, ahogy én azt elképzeltem. Kabinetrendszerben dolgoztam, vagy gondolkodtam, ez az én kitalációm volt. Akkor Pintér Sándor belügyminiszter, már akkor is ő volt, akkor Pokorvi Zoltán oktatási miniszter, Áder János, még sokan. Én ilyen nagy státuszú embereknek, megyei vezetőknek, stb. stb. ott a központban tartottam egy előadást, és kiállítottam az intézményemnek a vázát, a vá vázlatát, hogy hogy képzelem. És tartottam egy előadást erről, hogy ez hogy épült fel, mi, hogyan, kom, ennek mi a, annak mi a feladat, a célja, stb nagyon tudományos, és nagyon speciális, és nagyon mélyreható tudományos vélemény volt. Ez mindenki ezt mondta. Igen, ám, csak ahogy elvesztettük ugye a Lungodrom 2002-ben a választást, meg a Fidesz is ugye érthető módon, sajnos, hogy érthető módon, akkor kérem szépen más oldal, a szocialista érzelmű Cigányok vették át az országos cigány önkormányzatot, olyannyira kultúra ellen voltak beoltva, hogy a kulturális és információs művelődési központ valahogy leégett egyszer. Na de hát biztosra akartak menni, akkor most le, le, leégett másodszorra is. Most már annyira, hogy el is tűnt. Tehát nincs. Ma Magyarországon művelődés információs központ nincs. Tehát egyedül voltam, de volt szerencsém, mert okos, értelmes, képzett emberekre találtam. Ilyen volt az édesanyád is, hadd mondjam el, és én rátok, nagyon büszke vagyok, meg emőrizhetem ezt, mert mert, én ennek hangot szeretnék adni. Világ életemben arra törekedtem, hogy a cigányasszony ne csak fakad alatt tartson a kezébe, hanem olyan tanult vezető legyen, akire büszkék lehetünk, hiszen gágyókban is mérnöknők vannak, vezetők vannak, stb. Hát miért ne legyen a cigányban is? Hát a cigány nőknél szebb, Korrektebb, céltudatosabb, hát most ízlel szót sem találok rá, igen, találtam, ilyen volt a te anyám, aztán a másik a Rózsika, igen, igen, ő is. Tehát nagyon-nagyon, aztán a harmadik, negyedik, hála Istennek, boldog voltam, boldog. A ti, ti személyetek nekem példa és ezt mindenütt, mindenki előtt hangoztatom. Kérem, azt mondják, hogy a cigányok vannak. Hát akkor én mutatok egy péld. Azért nem szabad általánosítani, mert az általánosításban az benne van, hogy mindenki olyan. Ha egy már nem olyan, már nem mondhatom azt a szót, hogy általános, hanem ez jellemző a cigányságban. Hát a ti családi példátok. Apukád egyetemet végzett, anyád egyetemet, te egyetemet. És tisztelt Hölgyeim és Uraim, tudják, mi ebben az érdekes? Egy évben kezdte az egyetemet az anyuka, az apuka és a kisfiú. A kisfiú zenakadémiát végzett, zongoraművész, és utána Kiszűnő pedagógus, azóta is megállja a helyét elismert, kitüntetéses tanár lett, az apuka kitűnő muzsikus, nagyon keresett és magas szinten művelő művészé vált, és az is volt már gyerekkor óta, az édesanyuka pedig Magyarországon, különösen itt Budapesten, most már megszűnt, de a fővárosi frok ugye, fővárosi roma oktatás és kulturális Köszönöm. központnak volt a munkatársa, de ugyanúgy meghatározó személyiség. És egyetemi végzettség. Tehát egy családból, egy adott időben nagyon nehéz energia befektetéssel és szervezéssel egy időben végezték el az egyetemet. Hárman háromtagú családban mind a három egyszerre végezte. Ez nekem az öröm. Tehát nekem a gávai cigány gyereknek nagy öröm, hogy ha nem több, azt mondják, ha egy ember egy követőt tud bebizonyítani, vagy mutatni, hogy követik az ő nézetét, véleményét, már boldog lehet. Nekem igaz, Többről nem tudok, de ez az egy olyan magas szintre röpítette a fiúkat, vagy a családot, hogy én boldog vagyok, és örömmel konstatálom mindenki előtt. Köszönöm szépen. Ja. Többek között az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat alelnöke, a Nemzeti Etnikai Kisebbségért Közalapítvány kurátora, valamint a Budapest Főváros Önkormányzatának is képviselője volt. Milyen céljai voltak az eredményei közül, pedig mire a legbüszkébb ezek közül? Hát akkor kezdem azt, hogy én nem csak vakarázok, nem csak dumálok. Én úgy voltam országos cigány önkormányzati alelnök, hogy én egy fillért nem vettem fel pénzt. Na most fölvetődik a kérdés, Józsikám, miért ilyen gazdag gyerek vagy? Nem. Nem. Nem, mert kellenek a példamutatások. A cigányságon belül kellenek a példák. Nem mindent pénz, pénzzel kell megoldani. Vannak, vannak olyan vállalások, vannak olyan tudati kérdések, amik engem arra csinálnak, hogy igenis, mutassak példát. Például mondok valamit ott a cigány információs központban árvíz volt abban az időben. És akkor kaptam meg a magyar cigányság kultúrájáért a legmagasabb, mit tudom én, milyen kitüntetést, és színpadon vezettem a műsort a száztagúval, örömteljen. És egyszer csak mondják, hogy fölállnak, és hogy vegyem át. Kérem, és így azt hiszem, meg is van valahol. A borítékot fel, de én nem tudom, mennyi van és mi van benne. Én ezt kérem szépen a cigány fiatalság, a továbbtanulás érdekében, nem tudom mennyi. Tessék, fogadják szertette. Tehát én ilyen típusú ember vagyok. Ez másként nem, áldozatokat kell vállalni. Nagyon fontos. 12 évig pedig a Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány, cigányságot képviselő kurátor voltam, ingyen és bérmentve. Nekem ezt azóta senki nem köszönte meg, különösen a szocialista vezetésű <laughs> cigány önkormányzat. Bizony. Nem, senki. És akkor haragudjak meg. Nem maragszom meg. Nekem csak az a lényeg, hogy ha tudtam segíteni, már pedig tudtam valamit, nem teljes mértékben, de örültem. Sokat vitáztam a gázsokkal, hogy a cigány nem lehet csak úgy letörülni a pályáról. Meg mindig vitáim voltak, na szóval a, a méltánylást, nem ismerték, mint emberi, politikai és kultúrfogalomként. Aztán megmagyaráztam, hogy mit jelent ez a cigányság vonatkozásában a méltánylás. Van elképzelésem, hogy mit szeretnék, hogyan szeretném. Hát tulajdonképpen szeretném bővíteni a világon egyedülálló muzsikus cigány Létrehozójaként ezt a muzikus cigányparkot. Jelenleg 16 világhírű muzikus cigánynak a szobra és a márvány oszlopa található Budapesten, Józsefvárosban, a Baros utca és a Szigony utca sarkán. Ezt én találtam ki, én álmodtam meg, amikor fővárosi képviselő volt, hogy hirdesse ez a muzikus cigány, muzsikus cigányok parkja, hirdesse azt, hogy a cigány muzsika az a magyar kultúra elválaszthatatlan része volt, és a magyar ember az általuk játszott nótát énekelte, örömteli pillanatokat szerezve ezáltal a részükre. A Józsefváros az a muzsikus cigányok bölcsője. Évszázadokon keresztül ez volt. És tulajdonképpen ez a tény mondatta, vagy találtatta ki az agyamban azt, hogy emlékezzünk meg méltó módon. Mert ez is az értékelendszerhez tartozik, hogy az utódok hogyan értékelik az, elő, az elődök eredményeit, és a hagyományt hogyan építik be az életükbe. Na, én ezt ezért hoztuk létre a Muzikus Cigányok Parkját. Most tessék, jól figyelni, eh, hallgatók és nézők. Nem cigány muzikusok parkja, hanem Muzikus Cigányok parkja. Mi a kettő közötti különbség? Ha muzsikus cigányok parkjáról van szó, bocsánat, ha cigány parkjáról van szó, akkor az azt jelenti, hogy a cigány muzsikát folytatók vagy, vagy éltetők, ről van szó, ahol hagyományos cigány hangszerek, ilyen cselló, bőgő, brácsa, klavnyet, stb. Ez a cigány muzsika. De én azt mondom, hogy muzsikus cigányoknak a parkja, a muzsikus cigány, a klasszikus cigány, a klasszikus zenét folytató, a jazz muzsikát folytató, és a tulajdonképpen egy cigány zenét folytató. Ebben a parkban például Cifra György, ő képviseli a klasszikust. A jazz muzsikát képviselők közé tartozik például Kati ő, Horváth. És hát lehetne több, de hát e véges a dolog. Tehát a kettő között a megnevezésben lesz, ugye, letisztáztuk, és ez 16, ez jó lenne itt, ez egy szép, egy olyan hagyományos kultúrát őrző parkát nyilvánítani, ami méltán emelné a, a cigányok értékét. 2005. december 31-jel befejeztem a Száztagú cigányzenekar vezetését, akkor utána én Józsefvárosba kerültem, igazgatóként dolgoztam, nemzetközi és hazai kulturális program igazgatónak, a Orci Parkba, és mivel a nyolc kerület a Muzikus Cigányok Bölcsője, ezek sajnos munkanélküli emberek. Ezek a kitűnő világot bejárt, és a világot körbeutazó cigány muzsikusok tulajdonképpen nem tudnak követendő élet- és értékmintát mutatni, mint évszázadokkal ezelőtt, mert maguk is munkanélküliek és egzisztenciális gondokkal küzdenek. Ezért én megfelelő segítséggel, még akkor Kocsis Máfi polgármester úr, a polgármester, majd polgármester úr szíves egyetértésével és közös céljainkat megoldottuk és kiviteleztük, létrehoztuk a Józsefvárosi cigányzenekart. Fénykorában 85 fő volt, most azt hiszem, vagy 15 fő, vagy 20 fő, nagyon szégyen teljes, de igaz, hogy nem polgári vezetés van a fővárosban, hanem a liberális, libernyák világ vezeti, aki félre értelmezi, meg félre értékeli a cigány muzsika szépségét, és azokat a művészeket, akik a kitűnő cigány családoknak, meg a gyerekeknek az egzisztenciáját hivatott biztosítani. Ennyit erről. Amikor eljöttem szintén 2000. december 31-én a Szászavutól, majd utána nem sokára az öcsémmel együtt, aki időközben sajnos meg halbalok vagyok, létrehoztuk a cigány filharmonikusok zenekarát 124 fővel. Ez is van védetve, úgyhogy működni kell, vagy működtetni. Most én is betegeskedő ember vagyok, de már lábadzózó, úgyhogy. Hát az előszereltete meg a célok motivációja remélem, hogy lábra állít. Korábban maradt ideje a családi életre, emellett a rengeteg munka mellett? Hát ha most végig, el, végig gondolom az életemet, én megbukszam ebben én megbuktam, én, én, az egész életemet a népemre, a népemért tettem, a cigányságra. Ebben a filmben, amit készítettek velem, ott is elnézést kértem a családomtól. Most is csúnya dolog ezt mondani, de nekem a népem sorsa az előbbre való volt. Na ez nem azért, mert ilyen hős típusú ember vagyok. Annyira imádom a népemet. Imádom és sajnálom. És van benne megvetésről szó sincs, de van benne haragszom, sok. Mert ismerem, hogy a cigányokban milyen szellemi, milyen érzelmi, emberi töltet van, és bizony ezekkel nem élnek hogy nem élesítik ezeket az értékeket. Kanyhalóskodnak! Kanyhalóskodnak, kérem, ne csak mindig koldulásra kinyújtott kezű cigányként emlegessenek bennünket, hanem úgy emlegessék ezt a tehetséget, cigány mépet, hogy le a kalappal értékes, pontos, munkaszerető és a fejlődést evidenciaként elfogadó nép. Elfogadó nép. Hát, ebben van mit tenni. A családom vonatkozásában én ágyra járó voltam. Igazi mozgalmi ember voltam. Reggeltől éjjelig örültem, ha három órát tudtam aludni, kinyújtottam a lábamat, meg görcsükbe állt, ugye sok trappolás, menés. Igaz, hogy a feleségem, a kézió közben már meghalt, megbeszéltem vele, hogy drága fia. most már ilyen lehetőség nyílik nekem, erre kértek fel, arra kértek fel, elvállalhatom? Ha elvállal, kikérem a véleményedet, mit szólsz hozzá? De ha elvállalod, vagyis ha elvállom, akkor neked kell vinni a családi gondokat, bajokat vállalod, mert ebből majd, ha anyagiakban is megvalósul valami, ebből te is fogod látni. Elvállalta, sajnos nem tudott megfelelni ennek a követelménynek, mert olyan erőszakos, például a fiúgyermekem is, nem lehetett vele értelmesen beszélni. Nem lehetett vele. Úgyhogy én nem vagyok jobba most se a gyerekemmel. Nem tudom azt, a, azt az életminőséget, azt az életformát, azt a felfogást, azt az értékrendet elfogadni, amit ők képviselnek, És akárhogy magyarázok, kézzel, lábbal, pár, sajnos. És a jóisten előtt mondom most, hogy tőlem kérnek segítséget emberek, hogy adjak tanácsot. És magam ügyében tanácstalan, egy bukott ember vagyok. Azért ez nagy szagíria. Befejezők kérdésként hadd tegyek fel egy olyat, amit minden vendégemtől megkérdezek: hogyha egy lakatlan szigetre kellene mennie, és öt CD-t albumodba vagy öt zeneművet vihetne magával, akár előadóra pontosan meghatározva, akkor mi lenne az az öt Zeme? Zenemű, igen. Hát még ilyen kérdést nem kaptam, ugyanis a zenében én minden nevő vagyok. Tehát, na, tudom, a értékes művészi értékekkel rendelkező, művészeteket, hogy kell elfogadni, hol a helyük, hol a szerepük, de kinek így, kinek úgy, más-más. Hát cigányzené vonatkozásában, mert én erről beszélek, én elsősorban ez áll a szívemhez legközelebb. Én ebben nőttem fel. És itt a magyar nautákba. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt közönség, a cigány zene és a magyar nóta, ezek édes testvérek. Mint hogy a magyar nép és a cigányság édes testvérek, csak egyesek szeretnek, szeretik ezt az emberi kapcsolatot megmétejezni. Mert sose volt ez így. Én nagyon szeretem a drága cigány népdalok, ami fájdalma, keserűséget jelentenek, de amellett rögtön a másik pillanatban hozza a cigány a kultúra, a zenekultúra a cigány ember mentalitását, hogy ah, jön a mulatán! Ez jön, tehát a fájdalmas dalok után jönnek a jövőt kijelentő és vidám életszemléletet tükröző zenét. Nagyon szeretem. Gyönyörű olyan szöveggel, magyar nótákat, cigán nótákat, dalokat, hallgatókat, ami a szívemet mardossa és kisírom magam. Én nem sírok, én nem szégyellem, én nem csak részeg állapotban. Engem egy hang, egy menet, egy akort engem meg, meg tud rígatni. Igen, mert érző ember vagyok. De amellett a szerelem dala is megérint engem, tartalmilag is, zeneileg is. Úgyhogy Hát én azt hiszem, ember vagyok, szeretném úgy érezni, hogy a javából. Az, hogy szerencsés vagy szerencsétlen, ez engem nem érdekel. Szerencsésnek érzem magam, mert egyáltalán vagyok, hogy szerethetek. Van egy gyönyörű feleségem, egy zeneművész, művész akivel nagyon sokat tudok beszélgetni, együtt vagyunk, intelligencia, értelem, temperamentum, világlátás, minden. Végeül azt mondtam, nagyon sokat fohászkodtam, mert utóbbi időben sok műtéten estem keresztül, beteg voltam, hogy Istenem, segíts meg és tekints le rám. Én úgy érzem, hogy Isten tanítását, Isten szeretetét és Isten egyedülállóságát mindenhol, mindenkor, mindenki előtt hirdettem és vallom. Én nem hiszem, hogy olyan rossz ember lehetek, hogy nem kaphatok tőled egy újabb lehetőséget. Egy olyan feleséget szeretnék, aki tulajdonképpen nekem társammá válna nem csak testi vonatkozásban, szellemi partner, mert a szellem ugyanis átértékelődnek az értékrendek az idő előrehaladásával. És én úgy érzem, hogy Erika, Bondar Erika a feleségem különben, nagyon szép nő, nagyon kulturált, csinos, intelligens, tapintatos, lelkalappal, úgyhogy csak szuperlatívuszokban tudok erről beszélni. Úgyhogy hiszem azt, hogy azért hallgattam meg a fohászomat a jóisten, és azért küldte az utamba az Erikát, hogy az életem utolsó pillanatait boldogságban tudjam megélni. Mert az egész életemre a küzdelem, a harc, az örökkös, megállás nélküli bizonyítás volt jellemző, és ebbe testileg, lelkileg el lehet fáradni. És ezt kaptam meg a jó Istentől, és köszönöm szépen, Fárk szép jó Köszönöm szépen, Józsi bácsi, az interjút, megtiszteltetés volt köszönöm beszélgetni. Köszönöm. És további jó egészséget kívánok Én a jövőre. Köszönöm a lehetőség. És erőt a további munkákhoz!